Tehát valóban a mai célom az, hogy házatokról beszéljünk. Ezt ígérte a cím, ezt ígérem én is. És az első kérdés az, hogy milyen hálózatokról. És igazából a hálózatelmélet nem egyetlen hálózatról szól, hanem a célja az, hogy megértsük, hogy mi a közös a különböző hálózatokban, és hogyan tudjuk a különböző hálózatok tanulmányozásán keresztül megérteni partikuláris hálózatokat is. Ezért az első példám például az az internet. Az az internet, amelyeken keresztül kommunikálunk nap, mint nap, amely lényegében ezen keresztül működik igaz-e a világháló, lényegében legtöbb mobiltelefonhívás ezen keresztül történik, és így tovább. Tehát lényegében egy olyan világban élünk, ahol a kommunikációnk hálókon keresztül történnek. Viszont a biológiai létezésünk is lényegében hálóktól függ. Amint Csaba említette, az egyik állásom a Harvardon van, az orvostudományi karom, ahol ezeket a hálókat tanulmányozzunk. Amit itt látunk, az nem más, mint a sejtjeinkben található fehérjeháló, amelyben a fehérjék kapcsolódnak egymáshoz a különböző, úgymond, kölcsönhatásokon keresztül, ami egyébként azt jelenti, hogy két fehérje összeragad és együtt csinálnak valamit. És lényegében ez a háló a kulcsa nem csak az életnek, hanem lényegében a betegségek megjelenésének, valamint az azok orvoslásának is. Hogyha orvosságot szeretnénk tervezni, ehhez a hálóhoz kell visszatérjünk, és ezt csináljuk lényegében a Harvardon. És van egy másik háló, amelyeket többé-kevésbé mindnyájan ismerünk, értünk, és az a társadalmi háló, vagy a szociális háló, ahogy szokták nevezni, amelynek mindnyájan részei vannak, ahol a csomópontok azok az egyének, vagyis mi vagyunk, és a kapcsolatok azok a különböző ismerettségi fokoknak felelnek meg, kollégák, barátok, családtagok, és így tovább. Ezt a Facebook hálójával illusztrálom itt, ez egy olyan térkép, amit a Facebook hozott, publikált egy olyan két évvel ezelőtt, amely lényegében a Facebook felhasználóinak a társadalmi hálóját mutatja. Önmagában érdekes ez a térkép, már csak azért is, mert mutatja például annak azt az érdekességet, hogy például Kínában nincsen Facebook, mert le van tiltva, tehát ott egy nagy sötét folt van a társadalmi hálón, nagyon, és látható is, hogy nagyon sok lokális kapcsolat van a rendszeren, ezért legtöbb kapcsolat lényegében csak a szomszédban mutat. Na most az igazi kérdés számunkra, különösen egy fizikus, egy matematikus számára az az, hogy hogyan írjuk le matematikailag ezeket a nagyon-nagyon bonyolult hálókat? Mert ezek mind nagyon különböznek egymástól, nagyon könnyen lehetne beszélni arról, hogy mennyire másak. Érdekes módon az első, most már úgy nézhetjük az első cikk a hálózatelméletről, az nem egy kutatótól származott, hanem magyar földről igaz a Karintitől jött, és a kisvilágokkal kapcsolatos. Mi a kisvilág gondolat? A kisvilág gondolat egyszerűen azt fejezi ki, hogy kiválaszthatunk bármely két egyént a világ bármely részén, például Szeret és Pétert, és Szere nem ismeri Pétert, viszont Szere ismeri Ralphot, Ralph ismeri Jane-t, és Jane ismeri Pétert. Ezért azt mondjuk, hogy lényegében Szere Pétertől három kézfogása található. Ezt így matematikailag 1967-ben írta le egy Stanley Milgram nevű harvardi szociológus kutató, és lényegében a kisvilág gondolat, és ez az elnevezés azután született meg, sőt a 80-as években jött létre, ez a six degrees of separation gondolat, ami számunkra különösen érdekes az, hogy először nagyon pontosan ezt a jelenséget a Karint írta le 1929-ben, egy nagyon kedves kis novellában, amelyet azzal kezd, hogy bár úgy képzeljük, a világ olyan nagy, és hogy a csillagokra gondolkozunk, meg bolygókra, meg messze vannak tőlünk, igazából a világ, amelyben élünk, az icike-picike. És akkor azt mondja, hogy megmutatom mindenkinek, hogy milyen icike-picike a világunk, ezt úgy tesszük, hogy egyszerűen össze tudjuk kapcsolni magunkat bármely egyénnel a világ bármelyik részén, és akkor jön ez a híres idézet, hogy tessék egy akármilyen meghatározható egyént kijelölni a Föld másfél milliárd lakója körül. Ez 1929, akkor még csak másfél milliárdan voltak. És ő fogadást ajánlott, hogy legfeljebb öt más egyénen keresztül lényegében hozzá tudja kapcsolni magát ahhoz az illetőhöz. Na most ez az öt készfogás, ez lényegében az a six degrees of separationnek felel meg, amit manapság az irodalom el is fogadott, és Karinti nem csak kvalitatívan, hanem kvantitatívan is nagyon pontosan leírta a jelenséget, amit aztán csak későbbi kísérletek tudtak megmutatni. Na most ez mondhatni az első lépés, köszönöm szépen, de ez még mindig valamilyen módon egy kvalitatív leírása. Karintitől teljesen függetlenül
A következő nagy lépés a házatelméletben az 1950-es évek végén jelent meg, az Erdős Pál és a Rényi Alfréd munkásságának köszönhetően. Na most Erdőst és a Rényit négyében nem kell bemutatni itt Magyarországon. Van a Rényi Intézet, igaz, a Matematikai Intézet, az Rényi. Mondhatni azt, hogy Erdős Pál az elmúlt 10-15 évben az egyik legjelentősebb magyar tudományos exportunká vált. Nem csak a tudományán keresztül, hanem a karakteren keresztül is. A világon mindenfelé ismerik, mert egy nagyon karizmatikus, nagyon különös egyén volt, aki lényegében a matematikán keresztül a matematikának élt, tehát teljesen a tudománynak szentelte az életét, de tette ezt egy nagyon excentrikus módon. És ők voltak, akik 1959-ben kezdtek matematikailag gondolkozni a hálózatokról. És azt mondták, hogy egy hálózat a matematikus szempontjából egy nagyon egyszerű objektív. Mert az lényegében csak csomópontokból áll és húzalokból, igaz? Mi ennél egyszerűbb? Viszont azt is mondták, hogy ők nem tudják eldönteni azt, hogy egy valódi hálózat hogyan építkezik, tehát hogy melyik csomópont kivel fog kapcsolatba jutni. De nagyon bonyolultnak tűnnek ezek a hálók, tehát akkor építsünk egy olyan modellt, amely ezt a bonyolultságot leírja, és matematikailag kezelhető. És azt mondták, hogy ennek a legegyszerűbb modellje az, hogy feltételezzük azt, hogy a csomópontok véletlenszerűen vannak egymással összekapcsolva. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy válasszunk ki bármely két csomópontot a rendszerből, bármely két egyént ebből a teremből, és dobjunk egy kockát. Ha hatos kapunk, akkor barátokká tesszük a két egyént egymással, ha nem kapunk hatost, akkor kiválasztunk egy újabb pár egyént, és akkor ugyanezt megismételtük, addig mi minden egyes párt végig próbáltunk. Ez egy véletlen háló. Véletlen, mert megengedtük a kockának, hogy ő döntse el, hogy ki kivel barátkozik. Egy ilyen kis hálóban, egy véletlen hálóval, hogy így néz ki, egyes csomópontok össze vannak kötve egymással, mások nincsenek. Na most nyilvánvaló az, hogy hogy néz ki ez a háló, nagyon fog függeni attól, hogy pontosan mekkora az a valószínűség, amely összekötjük a csomópontokat, és akkor ezt illusztrálom lényegében itt. Itten látható az, hogy eredetileg P egyenlő nullával indulunk, ami azt jelenti, hogy legtöbb csomópont egymástól független, nincsenek összekapcsolva, majd növeljük ezt a P értéket, ami lényegében annak felelően, hogy egyre több húzal dobunk be véletlenszerűen a rendszerben. És akkor, amit látunk ezek nyomán, az az, hogy kisebb klaszterek kezdnek megjelenni a rendszerben, majd ezek a kisebb klaszterek kezdnek összekapcsolódni, a újabb húzalok jelennek meg, és az Erdősnek és a Rényinek a legfontosabb jóslása az az volt, hogy a hálózat nem folyamatosan jelenik meg. Tehát, hogyha több húzalunk van, nem arról van szó, hogy több hálózatunk van, hanem egy elég tág valószínűség intervallumon belül nincsen háló, csak ilyen szét, izolált klaszterek vannak, de mikor ez a valószínűség eléri kritikus értéket, akkor hirtelen berobban egy háló. Tehát valahol a következtetés ebből az, hogy a hálózat építkezés az nem egy folyamatos, hanem egy nagyon, nagyon robbanásszerű, fázisátalakulásszerű folyamat, fizikában fázisátalakulásnak neveznénk. Tehát, hogyha valóban akarunk hálózatot építeni, akkor el kell érni azt a kritikus pontot, mert csak utána látunk egy valamit, amit hálózatként felismerünk. Na most, az egyik érdekes jóslás, ami megjelent ebből az elméletből, az azzal vonatkozik, hogy hány húzala van egy csomópontnak. Például itt látható az, hogy a baloldali húzalszám az lényegében ennek a csomópontnak van 2, ennek 1, ennek 4, és lényegében csomópontról csomópontra változik, mert a kocka döntötte el, ki kivel barátkozik. Az egyik jóslás, ami kijön ebből, az, hogy a húzalszám eloszlás egy úgynevezett Poisson függvény követ, aminek a következménye lényegében az, hogy legtöbb csomópontnak körülbelül hasonló számú húzala van az átlag környékén, és nagyon-nagyon nehéz, matematikailag úgy mondjuk, hogy exponenciálisan ritka a nagyon csatolt csomópontoknak a száma, avagy azoknak, akiknek nagyon kevés húzaluk van. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha a társadalom valóban véletlen lenne, és mondjuk azt, hogy van rengeteg véletlen folyamat a társadalmon belül, akkor ez a társadalom nagyon-nagyon demokratikus kellene, hogy legyen. Egy olyan társadalomban élnénk, amelyben legtöbb ember, vagy az emberek nagy része hasonló számú baráttal, ismerőssel rendelkezik, nincsenek hihetetlenül népszerű egyének, és senkit se felejtettünk el lényegében. Tehát az Erdős és a Rényinek a világa az egy demokratikus hálóvilága. Na most a kérdés az, hogy néznek ki a valódi hálók. Valójában a valódi hálók nem véletlenek.
Ezt már sejtjük, mert azáltal, hogy van egy internetnek működni kell, egy sejtnek működni kell, valahogy az architektúrájába be kell legyen építve az a működési elv, amit ők létre kell hajtsanak. Tehát elképzeljük, ez nem lehet véletlen. De milyen? És lényegében ez a kérdés, amit kezdtünk ugye a 80-as évek, vagy igen, tehát a 90-es évek végén boncolgatni, és ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljunk, ehhez szükségült valódi adatokat. Tehát fel kellett térképezünk valódi hálókat, és mi ütöttük, hogy a világhálót fogjuk feltérképezni. A neve mondja, hogy hálóról van szó, igaz-e? Világháló. A csomópontok azok az oldalak, a húzalok pedig a kattintások, amelynek segítségével egyik oldalról a másikra lehet menni. Na most, ez egy nagyon nagy háló, most már több mint 10-12 oldal található rajta, viszont a lényeg az számunkra, hogy ez térképezhető, mert hogy ez nyilvános. Tehát el lehet menni egy oldalra, megnézni a húzalokat, majd el lehet menni arra az oldalra, meg lehet nézni a húzalokat, és így tovább. Kézzel csinálni ezt, ez egy szörnyen unalmas folyamat, viszont lehet erre programot írni, és a program elég gyorsan el tudja végezni ezt a műveletet. És ez a program, amit ad nekünk, az egy ilyen hálózatkép, amely megmutatja azt, hogy melyik oldal melyikhez kapcsolódik. Mi, mikor a kutatást elkezdtük, akkor úgy képzeltük, hogy ez egy részben véletlen háló lesz, ugyanis mindenki oda kapcsol, amit azokra az odakra kapcsol, amit őket érdekli, és elég tág az ismeretség. Ezt én csináltam? Az érdeklődési körünk nagyon változik egy igényétől a másikig, és ebből kifolyólag sok a véletlennek a szerepe. Ha valóban véletlen lenne ez a háló, akkor egy ilyen Poisson eloszlást várnánk, ezzel szemben üzenet hatványfüggvény eloszlást várunk, és ez lesz lényegében a matematikának az utolsó része itten, ami a hatványfüggvény lényegében ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon más hálót látunk ebben a rendszerben, mint amit tulajdonképpen elvártunk egy véletlen hálóban. Illusztráljam ezt. Egy véletlen háló egy kicsit úgy néz ki, mint az Európának vagy az Egyesült Államoknak az autópálya térképe, ahol a csomópontok a városok és a húzalok az autópályák. Ez nem teljesen véletlen háló, viszont olyan szempontból hasonlít a véletlen hálóhoz, hogy legtöbb nagyvárosnak van egy vagy két-három autópályája, nincsen egyiknek sem 500 autópályája, mert nincs értelme 500 autópályát bevezetni a városban, és legtöbbnek van legalább egy-kettő, igaz? Tehát akkor ez egy demokratikus háló, akár egy véletlen háló. Ezzel szemben az eloszlásfüggvény, amit találtunk a világhálón, úgynevezett hatványfüggvény eloszlás, és ez volt igazából a felfedezésnek a lényege, az vizuálisan inkább úgy néz ki, mint a repülőtérkép az Egyesült Államokban, ahol van rengeteg kis repülőtér, és ezekről a kis repülőtérekről többnyire egy néhány hub felé, vagy nagy csomópont felé vagy lehet repülni csak. Tehát vizuálisan nagyon másként néz ki ez a háló, és ezeket a hálókat skála független hálóknak neveztük el annak idején. Matematikailag azt jelenti, hogy az eloszlásfüggvény hatványfüggvény követ. Elégséges a továbbiakhoz annyira emlékezni, hogy egy skála független hálóban van egy néhány nagyon nagy csomópont, amely összeköt rengeteg kis csomópontot. Tehát amiben különlegesek ezek a skála független hálók, az, hogy nem demokratikusak, hanem megjelennek ezek az úgynevezett hubok, vagy nagyon-nagyon összecsatolt csomópontok. Na most a kérdés az, hogy ez csak a világhálónak a tulajdonsága, avagy más rendszerekben is megjelenhet. És hogy ezt illusztráljam, mutatok következőkre egy nagyon egyszerű és hazai példát, és pedig len a társadalmi hálók területéről. Amint itt látunk, ez egy magyar cég. Ennek a magyar cégnek három telephelye van, az egyik Budapesten és kettő Budapest környékén meg vidéken. És azért ismerjük és amit látható az ingében az összes dolgozó ennek a cégnek egy adott pillanatban. Na most azért tudjuk a dolgozóknak a listáját, mert ez a cég hozzánk fordult. Hozzánk az a Mavel 7-es cégről lenne szó, akinek a logóját látható, amit én segítettem lényegében létrehozni az elmúlt években. És azért fordult hozzánk ez a cég, mert a vezetőség rájött arra, hogy nem elég effektíven kommunikál a dolgozókkal. Kimondtan arról volt szó, hogy bármi döntés hozott a vezetőség, az a döntés nem jutott el a dolgozókhoz, és nem csak, hogy nem jutott el a dolgozókhoz, hanem néha az ellenkező hír terjedt az a dolgozók között, mind amit a vezetőség elgondolt, hogy mit kellene következőkor csinálni. És végeztek ilyen méréseket a dolgozók belül, és kiderült, hogy egyszerűen nem tudnak effektíven kommunikálni a cégen belül.
És megszerették volna érteni azt, hogy mi itt a probléma. Tehát miért nem működik ez a kommunikáció. Mert memókot küldtek, azon nem volt semmi baj, de valahogy mégse jutott el a megfelelő információ a dolgozókhoz. Na most egyszerűen elindulni egy listából, hogy kik dolgoznak ott, az nem elégséges ahhoz, hogy ezt a problémát megértsük. Ehhez szükséges, hogy felépítsünk egy hálót. Mi az a háló, ami fontos ebben a környezetben? Az a háló, amelyiken keresztül az egyének kommunikálnak, ahol az információ eljut hozzánk a cégről. Lényegében, amit csináltunk, az az, hogy megkérdeztünk minden egyént egy ilyen online felületen keresztül, hogy ki az, akivel rendszeresen beszél cégügyekből, honnan kapja feladatait, hova delegálja feladatait, kihez fordul, ha cégügyekben van kérdése, és így tovább. És ezek a kérdőírek segítségével ez a lista egy térképpé vált. Így néz ki a cégnek a belső struktúrája. És amit látunk az, hogy van egy néhány nagyon nagy hub, nagyon nagy csomópont a rendszerben, akár csak amit láttunk korábban a világhálón. Amit szeretnék hangsúlyozni az, hogy ezek nem azért nagyok ezek a csomópontok, mert ők fontosnak érzik magukat, hanem azért nagyok, mert sokan mások mutattak rájuk, hogy ők az információnak a forrásai a cégen belül. Na most, tehát akkor látható, hogy ezek a hubok, ezek nem csak a világhálón jelennek meg, ahol rengeteg oldal van, hanem megjelennek a környezetünkön belül is, és valószínűleg érezzük is, hogy ezek jelen vannak. De megjelennek további más rendszerekben is, mint például az internet. Ezt a képet már mutattam korábban, de most nézzük meg ebből a szemszögből. Látjuk, hogy ez nem egy demokratikus háló, hanem rengeteg kis csomópont van, és egy néhány nagy hub köti össze őket. De most felszeretném fívni a figyelmet az, hogy mi ez az internet. Sokszor a világhálót és az internetet, mind a kettőt internetnek nevezünk, ez lényegében az infrastruktúra az internet mögött. Tehát a kábelek, a húzalok, amelyek összekötik a számítógépet, amelynek segítségével a számítógépek tudnak egymással kommunikálni. Tehát ez lényegében az úgynevezett hardware része az internetnek, de látható, hogy ezt is egy néhány nagy csomópont köti össze, és valóban, ha elemezzük matematikailag, akkor ki fog derülni, hogy ez is egy skála független háló. Na most lazítsunk egy kicsit. Próbáljunk meg egy kis izgalmasabb példát, és pedig lenne a Kevin Bacon játékot. Emelje fel a kezét, aki esetleg hallott a Kevin Bacon játékról itten. Jó, akkor a többiek érdekében meséljem el azt, hogy a 90-es években egy nagyon népszerű játék jelent meg az amerikai gimnazisták között, amely régében arról szólt, ez egy ilyen film trivia volt, azon arról szólt, hogy ki ismeri jobban a filmeket és a színészeket, és ezt úgy lehetett demonstrálni, hogy össze kellett kötni Kevin Bacont mindenféle más színésszel. Na most hogyan lehet egy színészt Kevin Baconnel összekötni? Hát úgy, hogy azt mondjuk például, ha valaki azt mondja, hogy Tom Cruise, akkor nagyon egyszerű dolog, ha a játékos tudja, hogy a Tom Cruise és a Kevin Bacon együtt játszottak a Few Good Men-ben című filmben, akkor lényegében azt mondjuk, hogy egy húzalra, egy kapcsolatra van a Kevin Bacon a Tom Cruise-tól. A hivatalos nyelven azt mondja, hogy neki, a Tom Cruise-nak a Bacon száma az 1. De most lehet más színészeket is választani. Például Austin Powers nem játszott Kevin Baconnel, de játszott Robert Wagnerrel, aki viszont játszott Kevin Baconnel, tehát az Austin Powers Bacon száma az 2. És az érdekes az ebben a játékban, hogy ki lehet választani bármilyen színészt, lényegében történelmi alakokat a filmtörténetből, és őket is lehet kötni lényegében elég kis Bacon számon keresztül a Kevin Baconnel. Például Marilyn Monroe Bacon száma is 2, és a Charlie Chaplin 3. Tehát látható, ez egy nagyon könnyen játszható játék. Ez nagyon népszerűvé vált, mondom, ugye a 90-es évek derekán az első távban, 2000-ben és így tovább. De ennek az eredete, bár akik kitalálták játékot, nem tudtak róla, az lényegében az Erdős Pál és a matematikus közösség. Akik az 1970-es években a matematikusok már számolták az úgynevezett erdős számokat. Mi az erdős szám? Valakinek az erdős száma 1, hogyha írt egy cikket Erdős Pállal. 2, hogyha írt egy cikket valakivel, aki Erdős Pállal írt egy cikket. 3, hogyha, és így tovább ki lehet találni a többit. És miért játszadjuk ezt a játékot Erdős Pállal? Azért, mert a matematikusok közül talán nincsen senki, aki Erdős Pálhoz mérhető abból a szempontból, hogy milyen rengeteg kollaborátora volt, vagy sztárszerzője volt.
Pali bácsi anyagében úgy érte az életét, hogy egyetemről egyetemre vándorolt, körülbelül hetet töltött egy-egy helyen, egy néhány tételt bebizonyított helyileg, majd tovább utazott egy másik egyetemre, és ezen keresztül több mint 500 kutatóval együtt írt cikket az élete során, ami anyagében matematikán belül egy nagyon-nagyon nagy szám. És ami érdekes az erdős számmal, az az, hogy nem csak matematikusoknak van elég alacsony erdős száma, hanem ha jól tudom, az Einstein erdős száma is 4 vagy 5, a Paul Samuelson, aki egy nagyon híres közgazdász, neki is egy nagyon alacsony erdős száma van. És az én nagy szomorúságom az az, hogy nekem az erdős számom sajnos sokkal hosszabb, mint a Bacon számom. Az erdős számom az 3-as, ugyanis írtam egy tikket a Vicsek Tamással, aki viszont írt a Lovász Lászlóval, aki írt viszont az Erdős Pállal. Viszont a Bacon számom az 1, mert hogy készült egy dokumentumfilm a házatelméletről egy néhány évvel ezelőtt, amelyben az első színész az Kevin Bacon volt, aki játszotta önmagát, a második pedig én voltam, aki önmagamat játszotta. És sajnos ezt az arányt már nem fogom tudni soha megváltoztatni. Viszont van esélyem azt esetleg, hogy az erdős számomat lehúzzam 2-vé, hogyha nagyon igyekszem. De egyébként manapság az újabb izgalmas dolog, amiről most készül egy újabb dokumentumfilm, az az erdős Bacon szám. Amin a kettőnek az összege kell alacsony lenni, és ott a lényegében a rekordtartó vagyok. A Baconnek köszönhetően. Viszont miért tudjuk ezt a játékot játszani? Azért lehet ezt a játékot játszani, mert egyébként Hollywood egy nagyon bonyolult háló, egy nagyon sűrűn összekötött háló, amely a színészek a közös filmeken keresztül egymással össze vannak kapcsolva. És hogyha ezt a hálót tanulmányozzuk, amit szoktunk tenni egyébként minden kutatási téma, és akkor kiderül, hogy ez is egy skála független háló. Legtöbb színésznek csak egy néhány kapcsolata van, ugyanis csak egy néhány filmbe szerepeltek, és ezek azok a színészek, akiknek a nevét soha nem látjuk, mert lényegében kisétálunk a moziból, mielőtt a nevük megjelenne a mozivásznon. Viszont vannak a havok, a Kevin Baconnek, a Tom Cruise-ok meg és így tovább, akik miatt lényegében elmegyünk moziba. Na most, ezek a példák, amit korábban adtam, az internet, a világháló, mondjuk a Hollywood és így tovább, ezekben az a közös, hogy ezek mind ember által létrehozott hálók. Ami felveti a kérdést, hogy lehetséges az, hogy ezek a hubok, ezek azért jelennek meg a rendszerben, mert mi valahogy emberileg szeretünk hubokat csinálni egy néhány egyénből. Tehát lényegében a kérdés az, hogy ezt mi csináljuk ezeket a hubokat, ezeket a nagy csomópontokat, vagy van ennek valami mélyebb mechanizmusa, oka. Na most az egyik válasz erre a kérdés, vagy egyik módja, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, hogy keressünk olyan hálót, amit nem mi hoztunk létre. És hát van ilyen háló. Ezek azok a hálók, amelyek a sejtjeinken belül találhatók. A fehérje háló, az anyagcsere háló, és még egy más néhány háló. És ezeket mutatom itten. Bal oldalt láthatjuk az anyagcsere hálót, jobb oldalt pedig a fehérje hálót. Fehérje háló az, amit korábban is adtam, az a szép kék képen igaz, ahol a fehérjék össze voltak kapcsolódva. Itt egy kicsit jobban látható az, hogy a fehérje hálón belül van rengeteg fehérje, amely csak egy-két húzalállal rendelkezik, de van egy néhány hub, egy nagy csomópont, amely összeköti őket. És valóban, ha elemezzük a sejtjeinkben található hálót, úgy a fehérje hálót, mind az anyagcsere hálót, kiderül, hogy mind a kettő skála független háló. Na most miért különös ez? Azért különös ez, mert a világhálónak van egy 20 éves története, kb. 21 néhány éve hozta létre Tim Berners-Lee az első weboldalt. Az internetnek talán 50 éves története van, az Hollywoodnak 100 éves és így tovább. Ez viszont 4 milliárd éven keresztül jött létre. És nem különös az, hogy 20 év alatt egy olyan világhálót építettünk, amely architekturálisan pont úgy néz ki, mint a 4 milliárd év alatt létrejövő biológiai háló. Tehát, hogyha rájövünk arra, hogy ez valahol itt egy még kérdés van elvetve, hogy hogyan lehet az, hogy ezek a nagyon egymástól teljesen függetlenül fejlődő hálók ugyanabban az architektúra felé konvergálnak, skála független hálókká válnak. És tehát hogyan lehetséges ez? És a másik kérdés, ami igazából felmerül az, hogy miért nem tudja az erdősnek és a rényinek a modellje megjósolni ezeknek a haboknak, egy nagy csoportnak a létezését, miért jósolja számunkra azt, hogy ezek demokratikus hálók? És hát lényegében ez lenne a következő kérdés, mi az eredete a nagy csomópontoknak? Na most, hogy ezt megválaszoljunk,
térjünk vissza Erdőshöz és Rényihez, és tegyük fel azt a kérdést, hogy mi, hol van a hiba az ők modelljükben, ha hibának merjük nevezni? Tehát miért nem tudják megjósolni a habokat? És ha ezt a kérdést kezdjük boncolgatni, akkor kiderül, hogy igazából az ők modelljüknek van két hipotézise, elrejtve a modellben, ami nem állja meg a helyét a valódi hálókon belül. Az első hipotézis az az, hogy Erdős és Rényi feltételezi, hogy a hálózat modellezőnek a szerepe az, hogy letegyen egy csomó-csomó pontot, és utána okosan összehuzalozza őket, tehát hogy megtalálja a huzalokat közöttük. Viszont a valós, ebben a hipotézis emögött az, hogy a csomópontoknak a száma állandó, miközben összehuzalozzuk őket. Ezzel szemben én azt állítom, hogy a valódi rendszerekben a csomópontoknak a száma soha nem állandó, hanem a hálózatok mindig növekednek újabb csomópontok megjelenésének következtében. Gondoljunk a világhálóra. 21 néhány évvel ezelőtt egyetlen egy oldal volt a világhálón, most egy ilyen asztronómia nagy szám oldal található 10-12-en. Hogyan jutottunk 1-től a 10-12-ig? Lényegében oldalanként, újabb oldalak jöttek be és kapcsolódtak a létező hálóhoz, vagyis egy növekedési folyamatnak voltunk a részei, amelyben újabb csomópontok érkeztek és hozzakapcsolódtak a már létező csomópontokhoz. És igazából, ha belegondolunk, minden egyes háló, minden egyes nagy háló, ami a környezetünkben található, az valamilyen növekedésnek az eredménye. Tehát valamikor lassan vagy gyorsan növekedés folyamán jött létre. Na most, ha elfogadjuk, hogy a hálók nem statikus objektumok, hanem növekednek, változnak, akkor el kell döntsük azt, hogy az új csomópont hova fog behuzalozódni, tehát hogyan dönti el, hogy kihez fog kapcsolódni. És hát erre Erdősnek és a Rényinek újra volt egy megoldása, azt mondta, hogy véletlenszerűen fog kapcsolódni. És ez a második hipotézis, amely nem állja meg a helyét a valódi hálókban, hanem az állítás itten az, hogy az újabb csomópontok szeretnek a csatoltabb csomópontok felé kapcsolódni. És gondoljuk újra a világhálóra egy egyszerű példaként. A világhálón hihetetlenül nagy számú oldal van, de hányat ismerünk személyesen? Maximum egy néhány százat, igaz? Melyek azok az oldalakat, amelyek ismerünk? Hát mindenki ismeri a Yahoo-t, a Google-t, a Facebook-ot és így tovább. Ha végig gondoljuk az oldalaknak a listát, amit ismerünk ki, de azok mind nagyon ismert oldalak. Tehát minél több húzallal rendelkezik egy oldal, annál valószínűbb, hogy ismerjük, ergo annál valószínűbb, hogy hozzá fogunk kapcsolódni. És ezt nevezzük lényegében preferenciális kiválasztolásnak, amit matematikailag úgy lehet modellezni, hogy azt mondjuk, hogy valóban bármely oldalhoz lehet kapcsolódni, de nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy csatoltabb oldalhoz kapcsolódok, mint egy kevésbé csatolthoz. Tehát ezen a példán keresztül ennek a kétszer akkora valószínűsége, hogy ehhez a csomóponthoz fogok kapcsolódni, mint ehhez, de ehhez is tudok egyébként, csak valószínűbb, hogy ide fogok, mert ennek 4 húzala van, és ennek csak 2. Na most, ha ezt a két tézist összetesszük, a növekedést és a preferenciális kapcsolódást, akkor egy ilyen növekvő hálót fogunk látni, mint ami a képen látható, és ebben látjuk, hogy természetesen módon megjelennek ezek a nagyon csatolt csomópontok. És a mechanizmus most már elég érthető. Ha egy új csomópont jön be a rendszerben, és van egy nagy, és van egy kicsike egyszerre, sokkal nagyobb valószínűséggel megtalálja a nagyot, mint a kicsikét, ergo sokkal nagyobb valószínűséggel fog oda kapcsolódni, mint a kicsihez, ezért a nagyobb gyorsabban fog nőni, mint a kisebb, és lényegében egy ilyen hubbá fog válni. És hogyha ezt a rendszert futtatjuk, akkor kiderül, hogy ez valóban egy skála független hálót fog létrehozni, de igazából a legfontosabb üzenet itten az az, hogy a valódi hálókban rengeteg sok minden történik. Húzalok tűnnek el, csomópontok tűnnek el, áthúzalódnak és így tovább. De amennyiben a háló továbbra is növekszik, és van egy ilyen kiválasztási mechanizmus a rendszerben, akkor a háló skála függetlenné fog válni. És azért látjuk ezt a skála független állapotot olyan óriási nagyszámú különböző rendszerben, a társadalmi rendszerektől a világhálóig, a biológiai hálókig, mert lényegében ez a két feltétel minden egyes rendszerben többé-kevésbé ki van elégítve. Vagyis a hálók, ezek növekvő hálók, és különböző okokból, de megjelenik ez a preferenciális bekapcsolódás is bennük. Na most, a következő kérdés, ami fölmerül ezek után, miután megállítottuk, hogy vannak habok, és látjuk, hogy mi a mechanizmus a haboknak, az az, hogy na és?
miért izgatnak bennünket ezek a habok annyira? Miért fontosak? És erre egy jó néhány válaszunk van manapság, egy példát fogok most adni, és pedig lenne az, hogy mi a haboknak a szerepe abban, hogy a rendszer robusztusságát feltartsa. Mit értünk robusztusságon? Robusztusságon azt a képességét értjük egy rendszernek, hogy képes működni akkor is, mikor egy néhány csomópontja éppen nem működőképes. Például, hogyha jól meggondoljuk, akkor egy bármely pillanatban, igazából erre mérések is vannak, bármely pillanatban több száz router az interneten belül nem működik, viszont az internet működőképes, mint egy rendszer. Amint én előadást tartok itt, a sejtjeinkben rengeteg hiba van, de én hál' Istennek nem veszem észre őket. Tehát kérdés az, hogy tényleg hogyan lehetséges az, hogy a sejt és az internet működőképes, bár komponensei pillanatilag nem működnek. És egyik módja ezt a kérdést megközelítsük az, hogy tegyük fel, hogy ez egy valóban egy hálónk van, és a kérdés az számunkra, hogyha a hálóból eltűnnek csomópontot, tehát kilövünk csomópontot, mi lesz velük, és hát ami történhet ebben az esetben az, hogy a háló széteshet darabokra, ami általában nem jó hír. Na most a kérdés az, hogy mi történik az, hogy egy nagyon nagy hálót fogunk választani, és abból csomópontokat kezdünk egyenként kilőni. És hát a válasz nagyon egyszerű. A válasz igazából már a 60-as években megszületett, úgy a matematikán, mint a fizikán belül, az úgynevezett perkoláció elmélet területén belül, amik azt mondták, hogy ha van egy nagyon nagy bonyolult hálónk, és csak egy néhány csomópontot lövünk ki belőle, akkor az nem probléma, mert a megmaradó csomópontok továbbra is tudnak kommunikálni egymással a létező húzalokon keresztül. Viszont, ha egyre több csomópontot kezdünk kilőni, akkor el fogunk érni egy kritikus pontot. És minden hálónak megvan egy jól meghatározott kritikus pontja, amikor a háló szét fog esni darabokra. Tehát az üzenet ebben az, hogy kis számú hiba nem probléma, egyre nagyobb számú hiba probléma, amennyiben ez a hibaszám közelíti meg ezt a kritikus pontot, és mindegyik hálónak kiszámolható pontosan ez a kritikus pontja. Ami elég logikus lényegében, hogy mi történik itten, és ez igaz úgy véletlen hálókra, mint egy nézetrácsra. Tehát, hogyha teljesen egy úgynevezett kockás füzetből kezdjük a csomópontokat kilőni, akkor ha elérünk egy kritikus pontot, körülbelül fejét kell a csomópontnak kilőni, akkor a megmaradó kockák szét fognak szakadni klaszterekre, és nem tudnak egymással kommunikálni. Na most, bár ez igaz véletlen hálókra és reguláris hálókra, nem igaz skálafüggetlen hálókra. Nézzük meg, hogy mi történik ottan. Elindultunk ebből a hálóból, amit korábban építettünk, és kezdjük véletlenszerűen kilőni a csomópontokat. És amint látjuk azt, hogy a háló szűkül, de nem akar szétesni. És az ok nagyon egyszerű. Egy skála független hálóban van egy néhány nagy csomópont, és van rengeteg kis csomópont. Na most a rengeteg kis csomópont az lényegében azt jelenti, hogy ha véletlenszerűen választjuk ki a csomópontokat, amelyet ki fogunk lőni a rendszerből, akkor többnyire kis csomópontot fogunk választani, mert abból van a legtöbb. Azok viszont nem igazán várnak a hálózat kárára, hogyha azok hiányoznak, mert azoknak nem sok a hozzájárulásuk a hálózat integritása, megtartásához. Ezért a háló lényegében összeszűkül, a habok is kisebbé válnak, de nem fog szétesni. És ez matematikailag is nagyon pontosan megfogalmazható, és például ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy egy skálafüggetlen hálónak a kritikus pontja van, de az egyenlő egyel. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy lényegében minden csomópontot ki kell lőni a rendszerből ahhoz, hogy a háló szétessen. Vagyis azt is jelenti, hogy 95%-át a csomópontoknak kilőttük, a megmaradó 5% még mindig egymással képes kommunikálni. És igazából a Bolobás Béla volt az, aki bevezetett után ezt a tulajdonságát a hálózatoknak, hogy a kritikus pontjuk az egy az egyben egyenlő egyel. Na most ennek van egy ára. Az ára az, hogy mi történik, ha nem véletlenszerűen lőjük a csomópontokat, hanem kilőjük a legnagyobbat, majd a következő legnagyobbat, vagyis mi történik, ha megtámadjuk a rendszert. És itt látható egy ilyen támadás, ahogy menjünk le a listán, és a legnagyobbakat lőjük ki, és nem meglepő módon, a hálózat egy néhány hub kilövése után szétesik darabokra. Na most nézzük meg például a bal oldalt, kilőttünk 26 csomópontot, és a háló még mindig összeáll, jobb oldalt kilőttünk 10-et, és szét van esve már darabokra. Ezt a kettősséget nevezzük a skálafüggetlen hálók Achilles sarkának.
mert nagyon robusztusok véletlen hibákkal szemben, viszont nagyon-nagyon könnyen támadhatók, ha pontosan tudjuk, hogy melyek a hubok, és melyeket kell kilőni a rendszerből. Na most, attól függően, hogy milyen rendszer érdekel bennünket, ez lehet jó hír, vagy rossz hír. Ha például valaki biológus, akkor ez mindenképpen jó hír, mind a kettő. Ugyanis a robusztusság azt mondja, hogy a sejtben található háló működőképes akkor is, mikor bizonyos gének éppen nem működnek. Viszont a támadhatóság azt jelenti, hogy képesek vagyunk olyan orvosságokat tervezni a hubok megtámadásán keresztül, amelynek segítségével például baktériumokat meg tudunk ölni. Tehát viszont más rendszerben ez a kettőség lehet jó hír, meg rossz hír. Például az internet esetében ez azt jelenti, hogy az internet nagyon robusztus véletlen hibákkal szemben, de eléggé könnyen támadható. Tehát ha van egy pontos internettérkép a kezünkben, és azt a néhány nagy csoportot sikerül valamilyen módon leállítani, akkor lényegében nagyon nagy károkat tud okozni a kommunikáció szempontjából. De leginkább ezt a példát azért szerettem volna felhozni, hogy illusztráljam azt, hogy milyen fontos szerepet játszanak a hubok, ha már egyszer jelen vannak a rendszerben. És nem ez az egyedüli példa. Az elmúlt 10 évben megértettük azt, hogy ha a hubok benne vannak a rendszerben, ott vannak, akkor azoknak a megértése elkerülhetetlen ahhoz, hogy megértsük az egész rendszert. Kulcs szerepet játszanak abban, hogy a betegségek hogyan terjednek a társadalmon belül, tegyük fel. Ha egyszer, a hub a legelső, aki meg fog betegedni, mert rengeteg húzala van, nagy valószínűséggel kapcsolatban van már egy beteg egyénnel, és ha a hub megbetegedett, akkor nagyon effektíven fogja terjeszteni ezt a betegséget. És ez gyökeresen megváltoztatta a nyegében azt, hogy hogyan írjuk le az ilyen epidemiológiai folyamatokat. A gondolatok, a divatok terjedésében is a hubok nagyon fontos szerepet játszanak. Ez az oka annak, hogy színészeket, ismert embereket próbálnak bizonyos márkák meggyőzni ahhoz, hogy lényegében támogassák a bizonyos márkákat. És lényegében bármely folyamatot nézünk egy hálózaton belül, ha a hubokat ignoráljuk, akkor valamilyen módon teljesen rossz eredményeket fogunk kapni. Na most, a következőben át szeretnék térni egy más példára, és pedig egy újabb kutatási vonalról szeretnék beszélni, amit a csoportomon belül az elmúlt 2-3 évben kezdtünk csinálni, és pedig lenne az, hogy hogyan tudjunk kontrollálni egy hálót. Na most a kontroll szó az egy nagyon összetett szó, rengeteg jelentéssel, és talán tisztázok először, hogy miről van szó itten. Ilyen típusú kontrollra gondolunk, mint egy távirányítású repülőgép, az egy drónok, vagy esetleg arra típusú kontrollra gondolunk, amelynek nagyon sokan részei voltunk ugye a kommunizmus alatt, ami szociális kontrollról van szó, és így tovább. Tehát lényegében nagyon óvatosan kezdjük a kontroll szóval, mert rengeteg tartalma van. Ebben az esetben én a mérnöki kontroll kifejezést szeretném használni, aminek a jelentését lényegében legegyszerűbben egy autón keresztül lehet illusztrálni. Ez egy tipikus autó, igaz-e? És a tipikus autónak körülbelül olyan 5000 alkatrésze van. Viszont, valahányszor vezetünk egy autót, nem gondolkozunk 5000 alkatrészről, hanem 4-ről. A kormányról, a fékről, a gázpedálról, a kuplungról. És lényegében ezen a 4 alkatrészen keresztül a többi 5000 alkatrész kontrollálható, meg követi ennek a 4-nek az állapotát. És ez azért van, mert az autó úgy van megtervezve, hogy minden egyes alkatrésze valóban kövesse ennek a 4 alkatrésznek az állapotát. És ez annyira így van, hogy bár mindenkinek javaslom, hogy ne vegyen olyan autót, amelyre ez nem lenne igaz. Viszont mi történik azt, hogyha megfordítjuk a kérdést? A fordított kérdés az volna, hogy itt van egy tipikus autónak a húzalrendszere, vagyis az, hogy hogyan kapcsolódnak a közönös részei egymáshoz, és tegyük fel, hogy nem feltétlenül, hogy rengeteg autószerelő van ebben a közönségben, tegyük fel, hogy nem értünk igazán az autóhoz, de a kérdés az volna, hogy találjuk meg ezt a 4 kontrollpontot. És első rálátásra ez egy haszontalan feladatnak tűnik, mert hát végül is meg lehet kérdezni egy szakét, igaz? Viszont alapjában ez a kérdés, amely a tudományban leggyakrabban megjelenik. Például a kollégáim, akik sejtbiológiával foglalkoznak, azt próbálják megérteni, hogy hogyan lehet egy sejtet kontrollálni.
akár egészséges sejtet, akár beteg sejtet, mert a sejt kontrollán keresztül lehet lényegében megváltoztatni a sejt állapotát, egészségessé tenni. Nem az idei, hanem a tavalyi orvostudományi Nobel-díj egy japán kutatónak ment, amely felfedezte azt a 4 gént, amelynek az állapotának a megváltoztatásával egy normális sejtet, úgynevezett csira sejté lehet, vagy őssejté lehet alakítani, és onnan bármilyen más sejté lehet létrehozni. Mi ez a 4 gén? Ez a 4 kontrollpont pontja a sejten belül, a géneken belül. Tehát lényegében legtöbb kérdés, ami a tudományon belül felmerül, az lényegében kontrollal kapcsolatos, és lépjünk lényegében az exakt tudományokról, tegyünk fel, hogy valaki egy vezetői állapotba találja magát, egy intézményt kell vezetni, egy új intézményt. Lényegében az, hogy hogyan tudjuk ezt az intézményt elvinni új irányokban, az alapjában egy kontroll kérdés. Melyek egyéneken keresztül tudjuk meggyőzni a közösséget abban, hogy változtassunk, hogy más feladatokat vállaljunk fel. Tehát amit szeretném, hogy rájunk arra, hogy a kontrollkérdés az lényegében mélyen bele van ágyazva a tudományban, még akkor is, ha el akarjuk ismerni, ha nem, és meg kell értsük ezt a kérdést. Na most, ha van egy ilyen tetszőleges hálónk, és tekintsük át, hogy ez éppen egy társadalmi háló, ezt csak példaként használom, akkor az egyik kérdés az, hogy tényleg hogyan lehet, mely csomópontokon keresztül lehet ezt a hálót kontrollálni, és nyilvánvalóan lehet ezt a hálót kontrollálni akkor, ha minden egyes csomópontot külön kontrollálok. De ez azt jelenti, hogy ebben a közösségben mindenkinek meg kell mondjam a saját feladatát, ami szörnyen költséges, és lényegében nem lehetséges. Tehát a kontroll kérdés az, hogy mely ez a minimális számú csomópont, amelyeken keresztül a rendszer kontrollálhatóvá válik. Erre a választ részben 2 évvel ezelőtt adtunk meg egy Nature-ben megjelent cikkben, ami a címlapjára is felkerült, és a következőben ezt a társadalmi hálót fogom példaként mutatni, de tekintsük attól, hogy ez egy társadalmi háló, ez csak egy jó példa erre. Tehát itt van ez a korábbi háló, és a vibráló csomópontoknak az jellemző, hogy ők nem kontrollpontok. És azért mutatom először őket, hogy értsük meg, hogy legtöbb csomópont egy hálóban nincsen kontrollpozícióban, de egy néhány van, és ezek azok a vörös csomópontok. És lényegében, amit ez a rendszer mutat nekünk, az, hogy meg tudjuk határozni azok a csomópontokat, amelyeknek úgy helyezkednek a hálón belül, hogy rajtukon keresztül el lehet egyedi információt juttatni minden más csomóponthoz, ergo a rendszer kontrollálhatóvá válik. Na most, az egész kontrollkérdés egy nagyon korai állapotában van, tehát ez egy új terület. Nem állítom azt, hogy értjük azt, hogy hogyan lehet konkrétan ezeket a hálókat kontrollálni, de rengeteg cikk jelent meg, valahogy 300 cikk jelent meg az elmúlt 2 évben csak erről a témáról, és úgy gondolom, hogy ez be fog ágyazódni nagyon a hálózat gondolkodásban. Na most végez erről, tehát így az előadás vége felé, 2 vagy 3 dolgot szeretnék említeni. Az egyik lényegében azzal kapcsolatos, hogy talán adós vagyok azzal a válasszal, hogy mit tudunk mondani ennek a cégnek. Igaz? Emlékszünk a kérdésre. A kérdés az volt, hogy nem effektív a kommunikáció a rendszeren belül, mi a probléma? Azt is megértettük most már, hogy ez a lista nem elégséges számunkra, hanem szükség van a térképre, és most már megvan a térképünk. És a térképen látjuk a hubokat. Ott vannak, minden rendszerben ott vannak. Amit viszont remélünk az, hogy ezek a nagyon csatolt egyének azok, akik valóban csatoltnak kellene lenniük a vezetés szempontjából. Igaz? Na most ezt, hogy megnézzük, hogy ez így van-e, egyszerűen tegyük fel a hierarchiát erre a hálóra. És itt láthat a következő oldalon. A piros csomópontok azok az igazgató és az igazgatói tanács, a felső vezetés lényegében. És sajnos nincsen egyetlen hub sem közöttük. A következő réteg az a világos kék csomópontok, ami a felső menedzsment. És akárhogy keressük, sajnos ott sincsen egyetlen befolyásos egyén sem. Ha az igazán befolyásos egyéneket keressük, akkor lényegében a hierarchia aljára kell menjünk. A beosztottak részére, és láthatja, hogy ez a középső csomópont, ez lényegében 2 kézfogásra található minden egyes egyéntől a cégen belül. Neki kapcsolatai vannak a cég 3 telephelyéről mindenfelé egyénekkel. Mindenkivel beszél, kivéve a felső vezetéssel, amelyik itt található. Na most, 2 kérdés merül itt fel. Ki ő? És mit kezdünk vele?
Na most, az elsőre a válasz az nagyon egyszerű. Ő az, aki felelős a munkavédelmi és az egészségügyi szabályok betartására a cégen belül. Tehát az ő feladata az, hogy mindenkivel beszéljen a cégen belül, az alsó szinten. És úgy a munkáján keresztül, mind az egyéniségen keresztül, ő tényleg beszél mindenkivel, és ő lett valóban a vállalat pletyka központja. Viszont neki nincsen hiteles információ, mert felfelé nem kommunikál. És akkor ezek után a következő kérdés az, hogy mit kezdünk vele. Na most, ezt mindenki látja, hogy a legnagyobb hiba az volna, hogy kirúgni őt, igaz? A válasz ebben az esetben nagyon egyszerű. A vállalat kommunikációs problémáját meg lehet oldani azzal, hogy vele, és még 2-3 egyénnel le kell ülni rendszeresen, és el kell mondani azt, hogy mi történik a cégen belül. Ami különös az, az az, hogy ezek az egyének, akiknek el kell mondani, ezek nem azok, akire valaha a vezetőség gondolhatott volna, hogy ők a fontosak a cégen belül. Mert nekik nincsen funkciójuk a cégen belül. Ők csak fontosabb a társadalmi hierarchián belül. Na most, ha ezt a problémát már megoldottuk, akkor lévén, hogy ez egy pedagógiával foglalkozó konferencia, szeretnék két szlájdot beszélni egy cikkről, ami nemrég jelent meg, amire nagyon lelkes voltam, amikor először láttam, és pedig ez 2013-ban jelent meg, és amit csináltak a szerzők az az, hogy engében egy gimnáziumban fölmérték azt, hogy ki kivel barátkozik, tehát egy ilyen kérdőívet küldtek körbe a diákok között, és nem csak azt nézték még, hogy ki kivel barátkozik, hanem megnézték a diákoknak a jegyeit is. És itt volt az izgalmas része, ugyanis ez kapcsolódik egy újabb mozgalomhoz a hálózatokon belül, az, hogy ne csak nézzük, hogy néz ki a hálózat, hanem nézzük azt, hogy mi a hatása a hálózatnak az egyéneknek. És ezen a konferencián is belül hallottam egy néhány példát erre, hogy hogyan lehet ezeket felhasználni. És a kérdés, amit feltettek itt a kutatók, az az volt, hogy mennyire határozza meg a jegyekben való változást az, hogy mi a jegyei a barátainak egy diáknak. És a megdöbbentő válasz az volt, hogy nagyon erős korreláció van a jegyváltozás és a baráti kör között. Akinek a barátjai átlagosan jobb jegyekkel rendelkeztek, mint önmaga, egy éven belül javított a jegyein. Akik viszont sokkal, tehát gyengébb osztályzattal rendelkeztek a barátok átlagosan, azoknak a jegye leromlott. Na most, ez az, amit valahol mindig sejtettük, igaz-e? Tehát ezért ügyelünk a gyerekeikre, hogy kikkel játszanak, és így tovább. De látható az, hogy a házatelmélet segítségével mennyire szépen korrelálható és fölismerhető ez az eredmény. Amit mondtam, ez most jelent meg. Különösen izgalmas volt számomra az, hogy ezt a cikket láttam, és majd néhány kollégámnak el is küldtem, hogy milyen izgalmas. És egy kb. Egy hónappal ezelőtt a cikknek az egyik szerzője, ez a sajámat adta egy csoportba a előadást, és akkor derült ki, hogy ezt a cikket lényegében, itt van a hivatkozás, 4 középiskolás diáklány írta. Akik hálózatelméletet alkalmaztak, nekünk van egy évi NetSci konferenciánk, azon belül van egy NetSci High program, ilyen edukációs program, melyiknek segítségével behozunk középiskolás diákokat, és van egy egész programcsoport, amelyeknek tanítják középiskolában a házatelméletet, mint kutatási témát. És lényegében ez a szakcik, amit én nem is tudtam korábban, ebből a programból nőtte ki magát, és itt láthatók a szerzők, akik itt voltak Budapesten ezelőtt 2 évvel a NetSci konferencián igazából. Úgyhogy azért szeretem ezt a példát mutatni, mert egy mutatja azt, hogy igenis nagyon fontos például az oktatásban, házatban gondolkodni. 2 mutatja azt, hogy a házat eszközei lehetnek elég egyszerűek ahhoz, hogy igenis nagyon könnyen lehet alkalmazni akár középiskolás diákok számára is, tehát ők tudják ezt lényegében alkalmazni, és tényleg elég fontos, izgalmas információt tud nyújtani arról az osztályokról ezeken keresztül. Úgyhogy mi igazából, nekünk a célunk az volna, hogy ki szeretnénk ezt a kutatást terjeszteni sokkal részletesebb mérőszámokra, hogyha esetleg, ha valakit érdekel ez komoly kérdéseket vesz fel igaz, adatbiztonság szempontjából és így tovább, de a kutató, aki ezt csinált, ez a Sajama, ő szeretné ezt folytatni, akár Magyarországon is, de itt rengeteg potenciál van, hogy hogyan értsük meg jobban ezeket a rendszereket. És legvégül pedig, akit érdekel tovább ez a téma, akkor fel szeretném hívni, hogy
Én most dolgozok egy tankönyvben, amin angolul már az első 6 fejezet elérhető ezen az oldalon, ami itt alul látható. Ennek a magyar fordítása is útban van, egy nagyon izgalmas módon. Nem csak magyarra, hanem a világ minden nyelvére fordítjuk ilyen önkénteseken keresztül, ahol csapatok állnak össze minden országban, és ennek a szövegnek lényegében létrehozzák a megfelelő országbeli verzióját. A magyar fordítás talán már az első 3 fejezetre elkészült, és remélhetőleg el fog készülni az egész, miután én is befejezem a könyvet, de van lehetőség lényegében tovább olvasni erről. Ez olyan szintén van írodva, hogy ha matematikailag is érthető, de ugyanakkor van egy alapvető narratívája, ami matematika nélkül is remélhetőleg érhetővé válik. És talán itt el az 50 percem. Nagyon köszönöm szépen a figyelmüket.